Napok óta álomfizetésért dolgozó szakácsokról és munkaerőhiány miatt bajban lévő üzletekről lehet hallani a Balaton tájáról. Stábunk is találkozott emiatt nehéz helyzetben lévő vendéglátósokkal, bár akik egész évben nyitva tartanak, ők azt mondják, hogy náluk nem akkora a probléma. Ha ugyanis teljes évre kínálnak munkát versenyképes fizetésért, akkor azért találnak munkaerőt. Ez a Balaton Lellei vendéglátóhely egész évben nyitva tart. A cég ügyvezetője azt mondta, hogy léteznek megoldások, amin dolgoznak, hogy minél jobb és megbízhatóbb munkatársakat találjanak. Náluk nincs is emiatt probléma. Elébe mentünk az eseményeknek, és azért voltunk télen sokkal többen, mint amit a forgalom indokolt volna, és azért állapodtunk éven át meg minden alap kollégával, mert így azok a kollégák, akikre mi támaszkodunk, azok a kollégák éven át nálunk dolgoznak, és nyáron akár diákunk, akár idény munkásokkal könnyedén ki lehet a csapatot egészíteni. Azok a vendéglátósok vannak inkább gondban, akik csak a nyári szezonra nyitnak ki. Ilyen vállalkozóval is beszéltünk, de nyilatkozni nem akartak, bizakodnak. Az egész évben dolgozó vendéglátók szerint a bérek is alakulnak már. Nagyon nehéz idény dolgozókat találni, jó szakképzett, jó képzett dolgozókat, de hogyha viszont valaki beajánl egy éves állást valakiknek, akkor azt gondolom, hogy az éves állással azért nagyon jó meg lehet fogni az embereket. Nem mondom, hogy annyit tudunk fizetni, mint a nyugat-európai bér, annyit ott tartunk, mint a nyugat-európai bérek. Nyilván a szezonális helyek azok nehezebb helyzetben vannak munkaügy szempontjából, de aki egész évben nyitva tart és tisztességesen megfizeti az alkalmazottait, az annak nincs ilyen jellegű problémája. Azt, hogy a tisztességes bérek mit jelentenek, senki nem kívánta elárulni, de többen is állítják, hogy a Balaton mellett van olyan szakács, aki 1 millió forintot is kereshet havonta akár a szállás és teljes ellátás mellett.